Jó estét kívánok, ez a Kemény Maga Jobboldal heti motivációs tréningje, amelyben beszélünk Karácsony Gergelyről, aki 135. napja főpolgármester, két ígérete teljesült, illetve Nieder Müller Péterről, aki ledrogdílerezte a taxisokat, és lesz szó a pesti srácokról is természetesen, illetve az ügyükről a... kollégák! Az együttünk itt össze, mint a YouTube büntető, közigazgatási munkahogy és polgári csoportjának felelvezés elemző csoportja, hogy a Pesti srácok csatornája ügyében határozunk, kérem a vád képviselőjét, hogy mi a csúcs? Na, hogy törte. Adatokat legyen kedves. Köszi. Igen, megtalálom. Igen? Na. Igen, Mr. Soros. Yes. Oh. Pest, pest. Yes, a pesti srácok is here, yeah. Okay. Yes. Okay. Neked is akarok Soros van. Köszönöm szépen. Köszi. Jó. Na! Elég is megnézhetem. Igen, bocsánat, köszi. Ez az igazi nát. Ha azt mondja, hogy a született Budapest 2015. március 1, anya neve Út Gergely, apja neve Szarvas Szilveszter. Hol a pesti úr? Nem jött a pesti úr? Ez itt. Az a pesti úr. Úr az azért túlzás. Szeretném, hogy legyen kedves vagy a szólók, aki vezessi azt a zsebkendőt már a bíróság megalázása. Nagyon objektíven szeretnénk ítélkezni, szeretnénk látni a részleteket, és most elmondhatja, hogy mi az ön álláspontja ebben a ügyben. Most mondhatja. Hogy szólásszabadság van, és nem csináltunk semmi rosszat. Egyszerűen csak munkánkat... Jól hallottam? Munkánkat szeretnénk végezni. Jól hallottam? Szólásszabadság. A YouTube... Hogy nem jó biztonságot benne. Mit akar ez még? A YouTube csatornánk, a társadalmi szerepvállalás, a véleménynyilvánítás. Ezek nem jelentenek önnek semmit. Érdekes. Kérem. Kérem, fontolja. Grét. Itt vannak a testi. Persze, hát egy... Mennyi? 5 perces. Üdvözlöm a Gréci urat. Igen. Köszönöm szépen. Hol tartott? Pesti úr? Hát, hogy... Szarvas úr. Meg hát szükségünk is van a felületre, mert hát nem tudom... Felületre? Bíró tudja, hogy... Felületre van szüksége. Vagy 13 gyereket nevelek. 13... Migránsok? Mindegyik migráns. Ígérem, esküszöm, mindegyik migráns. Ezt azért fölírjuk. Van egy kis aranyhalunk, nincs akváriumra pénzünk, úgyhogy egy zacskóban tartjuk, de meghalt. De azóta meghalt. Is ott nincs pénzünk eltemetni. Igen. Nincs, Miró úr, jó. Képzelj el, nincs kávéfőzőm. Annyira nem érkezik. Hogy tudnám meginni a vegán szójalát téma? Vád képviselő legyen kedves, ismertesse, hogy miért végezzük ki. Én azt gondolom, nem, hogy mondjuk eléggé sietnék. Könyörüljenek. Tök értelmetlen ilyen szólásszabadság, meg jogbiztonság, nem? Tehát én is nevetnék, de azért olyan a feladat. Most már elnézést. Szóval, hogy a dolgozónép, a liberalizmus, az osztályok nélküli multikulturális társadalom, a nyitottság eszmeit szem előtt tartva, én azt gondolom, hogy nem lehet kérdés, hogy mi a pesti srácok sorsa a jövőben. Így van. Jól értettem, halál büntetés. Hát meg még az unokájukat. Unokáit is. Testül én őszintén sajnálom, látja, mindent megtettünk. Könyörgöm. Annyira jó lenne a bőr pofáját tényleg, hogy... Jó, szerintem csöndbe lehetsz. El szeretnék lebbezni. Mire? Milyen alapon? A jogom. Utul. A jogaimra. Nem? Legyen kedves, mondja meg a Jurák miniszternek, hogy ezt máshol folytassa. És én azt gondolom, hogy be is fejeztük a... Tárgyalás, az ítélet megszületett. De halál. Én csak a csatornátok. Vagy kötél. Vád, mit szeretne, mit képvisel, milyen... Én azt gondolom, hogy... Kevés. Nem. Én azt gondolom, hogy a hátralevő életében Vadai Ágnes fényképét kelljen nézegetni. Jó. Ne. Jó. Csak azt ne. Csak azt ne, könyörgöm. Köszönjük szépen a következő... Csak azt ne, bíró, csak azt ne. Réci úr lesz a következő... Várnak vagy a ügynek. Fúj, de undorító fasiszta kezed van. Össze van kell neki, kell? Ja. Csak azt.
Köszönjük szépen, legyen kedves, mert én mennék tovább a gréci ügyjel kapcsolatban. Köszönöm. Ne, ne. Ilyen durván.